Fényvarázs szeptemberi nyárbúcsúztató kirándulásunkon ismét a szomszédos Ausztria két meseszép szurdokvölgyét látogattuk meg. Vidám kis csapatunk a délelőtti órákban érkezett meg a Steinwaldklamm szurdok alsó bejáratánál lévő hüttéhez. Rövid technikai szünet és a belépő jegyek megvétele után együtt indultunk el meghódítani Ausztria egyik legvadregényesebb és legszebb szurdokát. Áthaladva a beléptető kapun, a patakmeder mellett haladtunk végig, egészen a falépcsőkig. Jól karban tartott fahidak lépcsősorok komplex rendszerén hatalmas sziklafalak között jártuk végig a 2,5 kilométer hosszú, csodálatos látványt nyújtó sziklahasadékot, Ausztria egyik legszebb kanyonját. A túra csúcspontja a híres Türkhellok vagy török lyukbarlang volt, ahol a vaksötét kanyargós járatban lassan haladtunk előre. Ezután, kiérve a sziklák tetejére, megtartottuk jól megérdemelt pihenőnket. Itt már az elemózsiás dobozok is előkerültek. Innen már egyszerűbb útvonalon, könnyebb és rövidebb gyaloglással jutottunk el a szurdok felső végéhez. Buszunk már itt várt ránk. Ezután a tőle pár kilométerre található Mirafelle vizes és láncolatot látogattuk meg.
A vízesések mentén, jól kiépített fahidakon haladva csodáltuk meg a minket körülvevő természeti csodákat, miközben rengeteg fotó készült, és remek hangulatban töltekeztünk a természet friss energiájából. Még az időjárás is mellettünk állt, hiszen mindkét túrát igazi kiránduló időben, eső nélkül tudtuk végigcsinálni. Mutasd meg, mekkora a szívem, mutasd meg, milyen szép a mosolyod, milyen is az igazi ölelés, és kezed emel fel a szégét. Mutasd meg, mekkora a szívem, mutasd meg, milyen szép a mosolyod, milyen is az igazi ölelés, és kezed emel fel a szégét. A nap hátra lévő rövid részében még tettünk egy gyors városnézést a közeli Bécsújhelyen, ahol közösen megtekintettük a városka hangulatos főterét. Majd együtt elsétáltunk a 13. századi két tornyú, késő román stílusú székesegyházhoz. Fáradtan, de élményekkel gazdagon tértünk vissza kis hazánkba.